A város és a tankerület vezetése is kipróbálta a korszerűsített mosdót a DNS Valéria általános iskola első emeletén. 420 négyzetméter csempét, 500 folyóméter víz és szennyvíz vezetéket építettek be, valamint lecserélték a villanyvezetékeket is a vizes blokkok felújítása során, mondja Ács Rezső polgármester. Ha van egy kezdeményezés, akkor azt meg kell hallgatni, meg kell hozzá keresni a lehetőségeket és a megoldásokat, és éppen innen a DNS-ből indult el a szülők részéről egy kezdeményezés, amely arra irányult, hogy a nagyon rossz állapotban lévő és a gyerekek hétköznapjai tönkretévő vizes blokkok felújítása történjen meg. Ezt a tankerületi központ betervezte csak jó pár évvel későbbre. És utána a szülők nem csak a kezdeményezést indították el, hanem azt mondták, hogy ebben ők anyagilag is hajlandók részt venni, megkerestük a tankerületi központot, és tulajdonképpen egy hármas összefogás eredményeként a második ilyen átadáson vagyunk jelen. A csatorna becsatlakozásig a teljes gépészet megújulásával az elkövetkező 30 évben biztosan nem okoz gondot majd a használat. Az első emeleten lévő akadálymentes mosdó kialakítására más általános iskolákban Szekszárdon eddig még nem volt példa. A vizes blokkoknak a felújítása több mint 28 millió forintba került, és hát ugye polgármester úr, ahogy említette, ugye a szülők, az önkormányzat és a tankelet összefogásával valósult meg a beruházás. Ehhez a szülők 5,3 millió forintot támogatást adtak, a fennmaradó összeget pedig a tankelet és az önkormányzat által 50-50 százalékban. Az iskola mindhárom szintjén az összes mosdót korszerűsítették, amire nagy szükség volt, mondja Simon Andrea, intézményvezető. Bizony ezen a szinten 50 évesek voltak már a mosdók. Lehet, hogy közben volt valamikor felújítás, de már nem emlékszem, hogy mikor, tehát biztos, hogy nagyon égető volt. És ezzel egy nagyon nagy komfortérzet javulás lépett életbe itt az iskolába, ami 530 tanulót és 60 felnőttet érint. Az összefogásnak és a szülők támogatásának kezdeményezésének köszönhetően az iskola tanulói és dolgozói a fejlesztési tervhez képest 3 évvel korábban élvezhetik a korszerű vizes blokkokat.